A nemzetközi diplomácia szívesen fogadta az ukrán elnökválasztás várható győztesét, Volodimir Zelenszkijt, aki a szavazatok több mint 70%-át megszerezte a második fordulóban. Az amerikai elnök, a francia köztársasági elnök és az Európai Tanács elnöke is üdvözölte a népszerű humorista sikerét, habár konkrét terveiről egyelőre keveset tudni. A választás éjszakáján arról beszélt, hogy először is a Kelet-Ukrajnában fogságba esett ukrán katonákat kell hazahozniuk. Ennek érdekében konkrét lépéseket tesz, újabb találkozót kezdeményez a normandiai négyeknél, és arra számít, hogy sikerrel jár. A volt szovjet tagköztársaságoknak azt üzente, hogy nézzék csak meg Ukrajnát, igenis lehetséges megőrizniük önállóságukat. Az ukrajnai elnökválasztás nagy vesztese a leköszönő államfő Petro Poroshenko. Azt mondta, csapatával azon dolgozik majd, hogy tovább éljen az európai, az euróatlanti stratégia, amiért olyan keményen dolgoztak, kivételesen nehéz körülmények között az elmúlt 5 évben, válvetve az ukrán néppel. A voksolás eredménye azt mutatja, hogy az ukránok ezt nem pont így gondolják. Egyikük szerint a fiatalok, az ő generációja is Zelenszkij mögött sorakoztak föl. Másikuk azt mondja, hogy nagyon sajnálja, hogy az ukránok bedőltek a populista ígéreteknek, legalábbis ő így látja. Számára zavarba ejtő, hogy egy ilyen ember kerülhetett az ország élére, de hát ez van. Az ukrajnai elnökválasztás valódi tétje elemzők szerint az, hogy melyik politikai erő tölti majd meg tartalommal azt a hatalmi vákumot, amelyet Zelenszkij személye csak reprezentál.